2010 és 2014 között már vezette az egészségügyi intézményt dr. Bene Ildikó, aki ezután országgyűlési képviselőként dolgozott a térségért. Mint mondta, félszemmel akkor is nyomon követte a Hetényi sorsát, mindennapjait. Kívülről viszont más, mint belülről szembesülni az örömökkel és a nehézségekkel, tette hozzá. Ez az anya intézményem, itt kezdtem el dolgozni, itt töltöttem el a gyakorló éveimnek a jó részét, tehát nekem nagyon fontos ez a kórház. Nagyon fontos az, hogy a benne dolgozók is úgy érezzék, hogy az ő számukra is ez egy nagyon fontos terep, nagyon fontos, hogy jól működjön, hogy szakmailag fejlődjön, és az, hogy a betegek is úgy érezzék, hogy ebbe a kórházba a gyógyulások biztonságos. Dr. Tölgyes Anna lett a megbízott orvosigazgató, dr. Maros Kanikó az ápolási igazgatói posztot tölti be, míg a megbízott gazdasági igazgató Kámánné Juhász Ilona lett. Dr. Bene Ildikó elmondta, egy új folyamat kezdődött el október 1-től, melynek egyik első lépése, hogy már elindult a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az osztályok között. A rövidebb távú feladatok között pedig az intézmény szakmai működésének és pénzügyi hátterének áttekintése szerepel. A főigazgató hozzátette, hogy rengeteg pályázat van folyamatban, melyek újabb fejlődési lehetőséget kínálnak. Egyike a gyermek- és serdülőpszichiátriai osztály kialakítása. A projektben lehetőség lesz a sajátos ellátási igényű, zavart, esetleg drogfogyasztás miatt vagy másokból agresszív, fiatalkorú páciensek ellátására. Az ambulancia is fejlesztésre kerül. Nyilván az élet meg az igények hozzák azt, hogy bizony a gyermek és a serdülő pszichiátriában is szükség van arra, hogy itt is legyen fekvőbeteg ellátó osztály. Ez korábban már volt, és azért az országos szakmapolitika úgy látta jónak, hogy ezt a rendszert meg kell újítani, és ezeket az osztályokat ki kell alakítani. Ez nálunk is folyamatban van. Az Állami Egészségügyi Központ által koordinált fejlesztésről van szó, a forrást a Széchenyi 2020 program biztosítja. Szolnok mellett Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett és Szegeden.